Az A-nál lesz a legnagyobb csata talán, mert ott ugye spawnol egy hajó, ami nagyon fontos lehet. Hanem most itt a... Én most per pillanat a hajót nézem, Mazsit. Ugye itt fontos lesz a tévézés szerintem az elején. A így van. Hajóból. Így van, a fölőnézetből láthatjuk már, ahogy a Razor megtámadta a közel-közeli pontot, viszont a B-re is küldtek egy embert, míg az atak hajóval támadják A pontot. Talán most ők annyira nem is figyelik ezt az át. Így van, inkább a C-re és a B-re koncentrál a Razor, mindenhol ott vannak már az emberei. Sőt, a B-t is behúzták, és az atak hajóval az A ponton konfrontálódnak. Jó ez a kamerálás. Hát Mazsi nagyon elnézte ezt a tévézést jelen pillanatban, és szerintem így el is úszik nekik az A. És megvan. Razornak már három pontja is van. Így van, igazából itt ezen a ponton erre kell figyelni, hogy amikor elfoglalja valamelyik tíma pontot, akkor ezen a kis konténeres bárkán, vagy kompon, vagy mi a bubának ez, ahol spawnol az új atakhajó, akármelyik csapat megszerezheti magának. Tehát nagyon kell vigyázni annak a teamnek, amelyik megszerzi az A pontot, hogy ne adja el rögtön azt az atakhajót, amire spónol, és jelen pillanatban az a 8-18-é lesz, amint megszületik. Bár most már kezdi visszahúzni a 8-18 az A pontot. Valaki megküzd az úszásra itt a vízbe. Rékrepsz, várja a hajót. Nagyon kell figyelni ugye itt ezen a ponton, mert ugye most nincs pontja a 8-18-nak, egy az, hogy pörögnek. És ha véletlen elvesztik az át is, amit most sikerült most pixálniuk, és elvesztették volna az át, akkor könnyen kiszerülnek a szigetről, és az meg egy körbe is kerülhet akár. Két adtak itt is vesz. Így van, szóval az orosz hajó is megjött viszont a vécsiekből, az összecsapásból, ahogy kimondtam, egy RPG-vel a partról likvidálták őket. Viszont egy orosz még úszik ki álpontra. Így van, elmes úszik még ki. Talán őt még nem is vették észre. Ezzel most talán meg tudja majd lepni a többieket. Így van, a B pontot stabilan tartja a Razor, gyakorlatilag nincs izott senki. A másik két pont és folyamatosan meg a küzdelem, ha jól látom. Ezt a hajó az ott állt a rejtet. És húzzák az át is. Hát ha most sikerül az át még behúzniuk a Razorosoknak, amit kétlek már most előtte magát elmes, akkor nagy gondban lenne a 8-18. De az átszentben most befixálják a 8-18-osok, és talán a B is meg lesz nekik. Elképzelhető, mert egyetlen egy embert látok a Razortól ott. Hát azt megjött a 8-18. Ugyan a B pont felől, mint hogyha látnak egy-két gyalogost, aki... Megnyitolják a Razorosok. Igazából nem tudja, hogy mit csinál, mert abban a használjáratban menekül. És hát valamit kell kitalálni a 8-18-nak, mert per pillanat pörögnek. Nagyon durva. Így van. A B két helikopter csatáját nézhetjük per pillanat. Úgy szépen halad is lefele az ászló. Két dolog is találhatunk meg a B-ponton. Én azt látom per pillanat, hogy a Razorosok nagyon-nagyon jók a járművekben. Szóval eddig a hajókkal is sikerült mindig kilőniük a 8-18-osokat, most a heli is. Most a 8-18 szedett két hajót, amivel most elkezdhetnek kicsit gangsterkedni, indulnak is el. Tehát valójában itt az A ponton leszülető hajót biztonságban meg kell tartani, konvojban kell haladni szerintem a két hajóval, az a legjobb, és gyorsan mozgítani, hanem mindig azt a pontot támadni, ahol a legkisebb ellenállásra lehet számítani, és gyorsan elfoglalni a kis pontokat. Két hajó most elmegy D-re, talán azt próbálják majd meg. Mert ha két hajó okos, akkor ledönti ezt az épületet itt teljesen, de közben már a Razoros hajó is megérkezett. És infanti harc is folyik éppen a épületbe, közben. 2v2 megy az épületbe. Így van, arra kell is figyelni most, amikor a Razoros hajó jön ki a főbázisról. Az már nem jön ki. Már nem jön ki, így van. Itt ezt akartam mondani, hogy ha túl korán lövik el a TV rakétát, amíg a bázison van az atakkal, ő lelövi az anti-air rakétákat. Az orosok szépen rájt. Megtartják itt a D-pontot, és a hajóval ugye innen nem fog tudni csinálni semmit, hogy azt hiszem, az vagy kijönnek a partra, vagy itt most a hajókkal beszorulnak. Próbálják itt tévézni az épületet, de gyorsan ide születnek az orosok, tudják, hogy tartaniuk kell a pontot.
Talán szerintem meg is lesz ez a két hajó, a sok mindent most nem tudnak csinálni, mert megjött a vihar is. Igazából tovább kéne állniuk, el kéne menni a célra. Legalább az egyikkel. Igen, és meg is jött most a vihar is, úgyhogy az most a hajókat szinte a kinullázza. De az szépen lassan jön azért az a B-pont, megérkeztek az infantrik is. Igen, viszont megint bukik el a B is. Igen, B-tal azon. Nagy erőkkel támadják a B-pontot jelen pillanatban. Igen, én úgy látom, hogy megint nem lesz meg itt ez a D-pont a 8-18-nak. Hát most egyenlőre döntetlennek tűnik az állás. Mindig két infantri van sem az épületben. A hajók viszont nincsenek kúzózónában, amit nem értek. Most sikerült a 8-18-nak elkapni a pontot. És most már szöknek is át gyorsan. Hán ugye senki nincsen, el is indultak gyorsan ára az orosok. És C-t is megtámadták a 18-osok, most itt próbálják egy kicsit széthúzni a Razort. De hát én úgy látom, hogy jól tudnak váltani a Razorosok, mert mindjárt ott vannak án. De most hirtelen nem fog tudni figyelni senki. Viszont kókusz a Razort, a Razorokat felülve is ismét. Nem tudom, nekem úgy tűnik, mintha az lenne a 818 taktikája, hogy a D-pontot agresszívan megtartják a két hajóval, és az induló Razoros hajót kapásból a két hajóval kiszedik. Így blokkolva őket a szabad mozgásban a pályán. Igen, most ez talán annyiban lesz jó nekik, hogy nincs mivel kijönni a Razornak majd. Így van, a helikopter ezt végig szerint ezt folyamatosan tudja tartani a 818. Zsuskó van itt egyedül C-n, most C-n el fog bukni valószínűleg, azt is szeszedik. Így van, ismét robbant a Razoros hajó a főbázison. És jól csinálja nagyon Razor, mert most megvan az A is és a B is, sehol senki, most érkeznek majd meg B-re a 18-osok, de addigra meg lesz nekik ismét C. Okay. Így van, három infantért is megtalálható. Gyorsan váltanak, és ez per pillanat jó náluk. Így van, és amint most elhagyja a két rakat, hogy a D-pontot egy gumicsónak, ha jól látom, már érkezik is a Razorosoktól D-re. Így van. Igen, most gyorsan menekünk, megy is vissza a két atakhajó is 8-18-tól. De le akarok, a 8-18 nagyon szépen visszahúzta most ezt. Így van, azonban még mindig pont hátrányban vannak, úgyhogy egy kicsikét meg kéne pörgetniük a Razort, hogy ez kiegyenlítettebbé váljon. Igen, most megint el fog veszni a D is, ugye ahogy elmegy a hajó az egyik pontról, amit tartottak, a Razor már is ugrik át a másikra. A helikopter próbált valamit meg, de hát két hajó meg a másik helyi ellen nem ért semmit. Így van. Egy ember a Razortól itt az A ponton lévő kis épületben bujkál, és nem mutatja magát, nem akarja felvenni a harcot. A hajókat szépen megvárja, hogy ezek elmenjenek, és majd elindul be az ászlót húzni. Már el is indult így van, és már húzza is vissza át. Közben egy infant érkezik B-re. Valójában ilyen viszonyok mellett lehet, hogy meg kéne osztani ezt a két hajót a 8-18-nak. Igen. Csak amit az elején mondtam, hogy párosával haladjanak, az nem vezet túl sok mindenre. És az már bujkál ember ismét lesz, hogy kitette az át ezzel pontot nyelve az ornak. Vagy Red Jonas. Igen, ahogyan már jön vissza egy infantry, megszületett oda. A C pont az nagyon fixnek tűnik ott most a Razornál. Igen, ott túl erőben van a Razor. D is jelen pillanatban. És most ki tudott jönni a hajó? Most... most lehet az a pont, amikor... nézzük csak, egy hajója van a 8-18-nak is. Igen. Most ha meg tudják fogni a hajót, val, olyan a 18-osokét, akkor megint változhat egy kicsit a dolog. Ez bejön a kis felé. Igen, kérdés, hogy melyik hajót veszített el a 8-18-on, az A ponton spónolt, vagy a bázison lévőt. Bár jelen pillanatban úgy néz ki, hogy bármelyik is esett, az pillanatokon belül vissza fog kerülni a 8-18 kezére. Így van, így is. Most mindenkét csapat viszont két-két ponttal rendelkezik. És a két heli nagyon erőteljesen harcol. Most esni szóval 8-18-as hadi, besodródott az ellenséges bázis fölé, pilotokon belül leszedi az anti-air, ha jól látom. Hát még nem kezdte el lőni, még hát szóval, már de már így is lángol, így van. Most is kergetik egymást a hajók. Így van, talán azt várják, hogy messzi lesen az a hajó az A pontra,
amit már vár egy gyalogos, hogy beleszpónoljon, amint megszületik. Igen, csak most ugye itt van a kiselés, és az sokat tud segíteni a most, másik most hajót. Most ösztűz alá veszik a 818-as hajót. Így van, igen, és most... Igen, és ha most ügyesek, akkor na, talán észreveszik ott, hogy valaki van. Itt a lőgött a vízbe. Nem látszik, igen, így van. De figyelik a spónoló hajót. És hop, hop, ott a hajó. Közben megvan a C és a D. Légrebs gyorsan be is ugrik a hajóba és próbál eltűnni vele. De a helikopter is, hát és igen, a megint hajó is elkapja. Vannak az oroszokon. Nem, nem, nem. És most az A-meg is lesz megint a az orvnak. A 818 gyorsan vált ismét, mennek D-re, és a D az övék is lesz. Nem tudnak szerintem visszaspawnolni a razorosok, most per pillanat nincsenek úgy. De ismét 3 pontja van a razornak, és per pillanat egy se a... A 818-as kiseli pedig kezd ismét elindulni a kezdőkre. Egyben, amit el szeretnék mondani, hogy egyébként kérelején, hogy Paracelstormok az E-pont nélkül játszik, hogyha a Stealth-ünk van valakinek, azért nem támadják. Érkezik egy hajó is, de a C-re megpróbálják a 818-asok húzni a C-t is, de azt nem sikerül. Most egy ilyen össznépi támadás indult a nagy sziget ellen. Hát is húzzák, és a B-t is. A B-nél most az azon súlyos. Igen, ügyes az akadhajó az alponton, és valakinek gyorsan oda kéne kerülni. Helikopterre valakit meg kéne dobni a hajóra. Bukni fogják szerintem, mert gyorsabbak lesznek a 818-asok, ha észreveszik, hogy ott a hajó. Így van. Tehát, hogy azt várják, hogy bele tudja spawnolni egy halott kollégájuk. Na, elindult gyalog érte. Még hozzá. Na, ki vagy? Hát nem tudom. Roger. Hát nézhetjük itt a C-nél, próbálj kicsit kommandózni. Redline viszont megérkezett ára ismét. Így van, ismét két akadhajót birtokol a 818, amiből az egyik felvette a harcot ismét a razoros bázis előtt az akadhajóval. A másik hajó viszont most nem megy neki segíteni, hanem elindul körbe visszafelé. Gondolom a C-pontot szeretné megtámadni. Ejett, ott marad a néz, megvédi, hiszen már érkezett oda egy razoros gyalogos. Akivel ugyan a heli ebbe a pillanatba végez is. Hát visszahúzza a 818. Így van. Így meg ismét azon kezdve került. Így van, ott elég sok gyalogos megtalálható, valószínűleg az A pontot fogják utána megtámadni. Annyira jól néz ki, hogy itt vannak a hullámok, és néha a hullám földobja a hajókat. Így van. És itt azt nézem, hogy Atti szerintem Raycrapszel talán próbál üzeni, így van. Dobálja hullám mind a két hajót össze-vissza. Így van. És ilyenkor a tévérakétázása szinten ellehetetlenedik. Nagyon, nagyon profin kell bánni vele, hogy ilyenkor el tudja találni vele valaki a másikat. Valaki a hajót elkezdte Movarkund módjára megfúrni. Olyan javítja. Hát ismét elkezdve húzgálni a razor. Egy ember szökési taktikát csinálnak. Így van. És továbbra is próbálja blokkolni a 818 a razornak a hajóját, hogy ne tudja elhagyni a főbázis sem. Nagyon régóta küzdenek egymással. És egy üreghajóját sikerült kilőni a 818-nak. 122 tiket és akkor majdnem nem az idő fele. Retronik ismét megcsinálják a zárpontot, és meg vissza a B-re is. És nem tudom, hogy cél hogy állnak, én azt most nem látok rá. Meg. Hát cél a... Igazából döntetlen az állás, ha jól látok, bár most már egyel fölénybe kerültek a razoroszok. Két gyalogos, most már egy-egy gyalogos található, mint egy igen, csapat volt célponton. Jött a kiselés. Kell mindenképpen a két pont. Gyalogosok, atakhajók harcolnak egymással. Ugye heves küzdelem van itt, viszont a razoros hajó közben a húzózónában van, hogy tudják foglalni a pontot, és ki is lőtték a második hajóját a 818-nak. Így a razornak is vagy 3 pontja lesz. Sőt, még a C is megy most. Így van. De a D-re ugye megérkeznek többen a 818-osok, hogy blokkolják a pontot. Kis hely is próbálkozik.
indul fel a magas is. Így van, szakar az orosz hajó. Infanti még próbálkozik a D ponton, és a C-n is egyaránt. Infanti harcban. Én hiszem, olyan küzdelmek alakulnak itt ki, hogy egyszerűen nem lehet megmondani, hogy melyik csapat felé fog hajlani a zászló, és egyszerűen pillanatokon belül változik el, és folyamatosan harcolnak a két pontért. Egyszer kékül, egyszer rosszul, ez zöldül, igen? Igen, csak ugye ez megint a 8-18 ellen tekeri a dolgokat, mert csak egy pontjuk van per pillanat. Így van. Így van. Anis Bénis megtalálható egyik razoros játékos, tehát hogyha elkezdik támadni a pontot, pillanatokon belül le fognak rá születni. Roger és Ray most indulnak el ára. Kíváncsi leszek, hogy sikerül-e nekik lefogni. Valószínűleg igen, mert ugye ők hajóval vannak. Igen, és csak egy gyalogos van ott a razortól, ráadásul az épületbe bújtány kis húzózónába, tehát még csak lassítani sem fogja tudni azt a foglalást. Megjött a másik hajó, közben beleszületek a hajóba. Ha, most ez az 18-as győzelem lesz a hajó csatában, mellé lőtte mind a két TV rakétáját a razoros hajó. És el nem, sikerül. És nem, ezt hihetettem, ahogy kimondom. Egy RPG viszont razoros hajót is kivégezte. Hát most vissza fogja húzni talán a 8-18. Hát most megjött a helyi biztos. De már beestek mindjárt 70 tiket alá. Jó százassal vezet a Azor. Most megy a nagy csata, egy gyalogos tudja blokkolni a húzását a 8-18-on, de sikerült Tibinek leszednie. Így van, közben egy újabb atak hajó érkezik áfra, ahol látom, nem? Na, így van, ára jön majd a hajó valószínűleg visszahúzni. Közben most a 8-18 fordított egyet és megfogott. Nem, valójában a B pontot támadja az atak hajó távolról tőző zétületet. Igen, úgy néz ki, hogy a B-t volt egy szónyát közben gyorsan. Oké. Így van, most egy picit egy jobb helyzetben van, mert végre törődnek arra az oroszok. Most épp láthatunk egy C4-es jet skid, megpróbálja a C és a D közti bótot támadni. Ezt megnézzük. Így van. Ja, próbál a sziget takarásából megérkezni a hajó mögé. Gyorsan válaszol igazándiból a Razor, megint azt látom, hogy ugye megint elhozzák a D-t, ezzel megint minimalizálják azt, hogy mennyire pörögnek, és a gyalogosok már is itt vannak a B-nél is. Így van, közben ez a dzsihádzsert kis hadművelet, így kudarcba fulladt, inkább kimentek a C-pontra, és azt próbálják meg elfoglalni. Helikopter az sikeresen most leszedett mindenkit itt. Így van, három gyalogos meg is érkezett kapásból C-re. Ugyan a tetén várja őket két razoros ellenfelük, de ha jól csinálják, addig nem avatkoznak harcba, amíg el nem foglalják a C-pontot. Kókusz szedi le mind a két 8-18-ast, és egy maradt, ő rá pedig lemennek. Ezt kapják őt is. Most megint egálban vannak a pontok, viszont a hajók megint csatáznak. Amiből lehet, hogy megint a Elire elsegített ismét. Így van, és mind a két hajó megint elpusztul. De Heli, nagyon szoros ez a küzdelem. Elsüllyed a Heli közben. Itt most a többieknek úsznia kell a 8-18-osoknak ki. Ennyiben előnyben lehetett volna az orosz játékos, de a 8-18-osok szépen visszaszpóroltak ára. Elhajtották onnan. Igen, azonban Bén nem maradt egy játékos, igen, és ezt megint nagyon-nagyon gyorsan váltanak, és ez nagyon-nagyon jó a Razorba, hogy villám gyorsan váltják a pontokat. Igen, kiváló helyzet felismerés. Megint próbálkozik a 8-18 C-vel, úgy látom, de megint már várják ott őket a Razorosok. Megvan a B, és még három pontja van a Razornak. Már itt a Razoros helikopter is, aki most próbálja szabotálni a dzsungelben lévő embergéket. A B-re is megérkezik egy 8-18-as, de azt még tudják tartani. Úgy látom, hogy C-re jön most a nagyobb erősítés a 8-18-szor. Itt a hajó is húzza, plusz a gyalogosok. Hát most itt megint 2-2 ellen a gyalogosok, attól függ, hogy
Sikerül, azon megint sikerül mind a két gyalogos leszedni, plusz még gyalogosok, úgyhogy T az megint az övék, és szerintem az A is, most megint mint a 4 pontot azért ezt 4-1 ponti fogja. Én látottam, csak a azonos helikopter van itt, és érkezik egy 8-18-as heli is, úgyhogy elképzelhető. Igen, de ennyi belefér szerintem nekik, megvan a 4 pontjuk, ez a heli most itt nagyon sokat kivesz a 8-18-ból. Két ember most már 6 embert húzott el, úgyhogy nem figyeltek a többi pontra. Igen, a rajzolosok viszont végig azt csinálják, hogy minden zászlón hagynak egy-egy embert, akire aztán spónolva tényleg nagyon gyorsan tudnak váltani. Nézzétek csak meg, B-t már megint. Átváltottak megint B-re, és megint az üveké. Igen, mert jó. És már csak 22 van a 8-18-nak, és ez nagyon-nagyon hamar le fog itt pörögni, hogyha nem húznak pontot. Na fő ugye most a 8-18-ről kezd venni, de mindig van egy két razoros játékos, úgyhogy az épületből szinte nem lehet kilőni. Retron és Kókusz nagyon begyógyultak abba a házba ott, és egyelőre mindenkit, aki bejön, azt leaprítják. Jön a tévé a másik hajóra. Most talán meg lesz a pont. Nem, megint egy razoros marad megint érhet be a célnél. Igen, és a Gazorox hajó már jön is kés tévé rakítázza a szigeteken keresztül a 8-18-as hajót. Ha most meg tudják fogni a C-t valahogy a Gazoroxok, akkor szerintem eldőlt itt ez a kör teljesen. Tisztikete van nagyjából a 8-18-ra. Össze fog dőlni az épület. Most lesz majd a gáz. Hát talán kibírja már ezt a kört. Hoppá, és végezett. Hajó megsemmisült. Most jön vissza megint a Razor, besegít a hajóval. Igen. És megint sikerül meg lesz nekik a cél. Egyszerűen hihetetlen. Hú, a helikoptert is kitévézi a hajó. Igen, most tud pontot fogni megint a 8-18-2-t, de hát max ticketet tudnak már faragni ebbe a körbe sajnos. Igen. Két hajónak a közetét láthatjuk most majd. Kiblokkolja az egyik tévét, a másik is kiblokkolja. Na most a géppuska lesz itt a gépárgyú. Nincs a javítós az orosoknak hajóba. Vének pedig volt. Na most 2-2 pont, most már szerintem csak arra játszanak, hogy lefregeljék igazándiból ezt a pár tiketet. Igen, a helikopter is ismét az oros. Ez kik ára. Így van, ahol nincsen szemben 8-18 részéről. És nagyon sokan vannak ismét a razorosok. Mazsi viszont most meglepi őket. Hát vagy visszafelé sűrű a dolog. Közre fogták. Hát most visszafelé sűrt el. Ez a három tiket most nagyon hamar lepörög. Hát 132-0, 131-0. 130? Hát ez 131 lesz. Hát igen, valószínű, de most így van. Azt hittem, hogy nem ér véget a kör. Hosszú kör volt. Ez ennél ez egy 20-24 perc körül volt. Igen. Általában, hogyha hálaszat támadok, én mindig értékére nyitok először. Hát egy kicsit meglep ez az eredmény, még nem mondják, nem tudom titeket. Hát én számítottam ilyen fordulatokra, megmondom őszintén, hogy mind a két csapat nagyon erős infantriba, járműbe egyaránt, és